Dokumentumokat szkennelnek az elítéltek. A Győr-Moson-Sopron megyei Büntetés-Végrehajtási Intézet már 7. éve segít az Országos Széchenyi Könyvtárnak az anyagok digitalizálásában, amire nagy szükség van, hiszen a könyvtárnak lépést kell tartani a digitális változásokkal is. Ez egy nagyon fontos munka abból a szempontból, hogy rámutat arra, hogy a lakosság a különböző rétegeknek a bevonásával sikerül teljesítenünk azt a hatalmas munkát, amelyiknek a segítségével a több mint 12 milliós dokumentumunk hozzáférhetővé válik a neten is. Ezek most már alapvetően képként szkennelt dokumentumok, könyvek és folyamatok. Az utófeldolgozás során karakterfelismerést végzünk, és ezért jellemzően már egy ilyen kétrétegű képet és felismertetett szöveget tartalmazó PDF formában tesszük igazából ezeket közzé a nagy érdeműnek. Az elítéltek jelenleg a büntetés-végrehajtás szakirodalmával kapcsolatos anyagokat digitalizálják, a későbbiekben azonban akár más területeken is segítkezhetnek. Szeretnénk ezt az együttműködést tovább folytatni, együttműködésünket kiterjeszteni más területekre is, hiszen a könyvtárunk most egy olyan informatikai fejlesztési program lehetőségének vagy a végrehajtásának a kezdetén áll, amelyiknek egyik részfeladata valóban az állományunk minél nagyobb részének a digitalizálása. Az együttműködés mind a könyvtár, a társadalom és a fogvatartottak számára is fontos. Ezek a tartalmak, amit itt a fogvatartottak digitalizálnak, és a Széchenyi Könyvtár révén az érdeklődők számára hozzáférhetővé válnak az interneten, innentől kezdve ez a tevékenység a társadalom irányába kimegy, kiközvetítődik, és innentől kezdve egyfajta szimbolikus társadalmi jóvátételként is felfoghatjuk ezt a tevékenységet. Ezt idáig nem feltétlen tudatosítottuk önmagunknak sem, de így a 7 éves együttműködés után, ha már összegzünk, úgy tűnik, hogy ilyen volumene is van ennek az együttműködésnek. A Győr-Moson-Sopron megyei Büntetés-Végrehajtási Intézet fogvatartottjai a digitalizálásban, reintegrációs programon belül önkéntes alapon segítkeznek a könyvtárnak.